Néhány hónapja készültek ezek a felvételek, a forgatás idején nem volt hiány véradokból, nyáron viszont nem ilyen jó helyzet, sokan ugyanis nyaralnak, pihennek, ilyenkor pedig kevesebb energiát fordítanak a jótékonykodásra. Ráadásul általánosságban elmondható, hogy az év legmelegebb időszakában több vérre van szükség, mint más hónapokban. A nyár nagy üzem abból a szempontból, hogy nagyon sokan úton vannak, utaznak, a hőség is megviseli a szervezetet, a lehűlés, a hidegről melegbe menni, melegből hidegre szintén megviseli a szervezetet, tehát a tüsszögés, orrfolyás, stb. Is kizáró tényező lehet adott esetben, és sajnos nyáron is vannak balesetek, a betegségek nyáron sem kerülik el az embereket, a műtétek, ütemezett műtétek és váratlanok is ugyanúgy zajlanak. A Vöröskereszt Tolna vármegyei szervezete egész évben hétről hétre tart véradásokat, de ott lesznek a nagyobb rendezvényeken, például a Bonyhádi Tarkamarha Fesztiválon is. A szervezet ügyvezetője azt mondja, vért adni nem csak azért hasznos, mert másoknak segíthetünk, hanem azért is, mert azzal az önkéntes is jól jár. A véradás az egy szűrés is. Tehát az adott pillanatnyi egészségi állapotáról tájékozódhat a véradó egyrészt, másrészt frissíti a vérét, a vérkeringését, a vérének a termelését, tehát adott esetben jó hatással van az emberi szervezetre egy-egy véradás, ezért is fontos lehet, hogy aki rendszeres véradó, az jöjjön el a véradásokra, aki pedig eddig nem próbálta még, akár legyen első véradó, ha betöltötte a 18. életévét, a testsúlya eléri az 50 kg-ot, és önmagát egészségesnek gondolja. Vért adni Tolna vármegyében júliusban még több alkalommal lehet. A szakemberek hétfőn Bátaszéken, a következő napokban pedig mások mellett Felsőnálán, Kölesden, Öcsényben és Madocsán várják az önkénteseket.